Az idén is jelentős kárt okozott a dióültetvényekben a nyugati dióburok fúrólégy, így a termés jóval alul marad a tavainál is. Lényegében ezen az ágon nagyon kevés dió található. Ez a fekvés kérdése is az, hogy melyik az uralkodó szélirány, vagy melyik, amelyik ugye a hideg levegőt hozza. De van olyan ág, amelyik állománynak tűrhető mennyiség van. De összességében ez egy fél termés, vagy mi annyi sem. Megfeketedett dió, ehetetlen dióbél. A csonthéjas gyümölcs termesztését számos körülmény nehezíti. Köztük az Észak-Amerikából származó dióburok fúrólégy, ami az idén is jelentős károkat okozott. Bár a legnagyobb gond a vízhiány. Az idei diótermésre a kilátás nagyon rossz. Turnélik a tavasz, ami mindent megtizedelt, a tavaszi fagyok, azt a diót is megtizedelte. Később az a gyenge kilátás, terméskilátás, ami jelentkezett, ezt az aszály és az állati kártevők teszik tönkre. Itt a mögöttem lévő diófa mindent elárul, ami csak létezik ma a magyar természetben. A gombabetegségek, a dió burok fúró légy talán még nem is annyira jelentős, nem jelentős a kártétele, de az aszály az nagyon mutatja a hatását. A dió egy vízigényes növény, nem véletlenül az ármenti területeken és a tiszamenti területeken vannak nagy diósok, vagy gyakorlatilag öntözött körülmények között vannak. Ezt a klímát, ami most jelenleg van, ez a dió, ez most nem tűri. Térségünkben szinte csak a kiskertekben termesztenek diót. Országosan tavaly több mint 7000 tonna dió termett, de az idén a dióburok fúrólégy és az aszály miatt kevesebb termés várható. 50-60%-ot sejtek most, de az nem azt jelenti, hogy ez a jelenlegi állapotban még nem lesz rosszabb. Tudnék a dió és más héjas gyümölcs is, mint a mandula, ráfonnyadt a fára, és a dió is mutatja jelét annak, hogy a vízhiány ez nem ad egy nagyon jó terméskilátást. A nagy gazdaságokban, ahol védekeztek, ott kisebb a kiesés. Lesz dió karácsonyra beiglibe. Tudnék, aki tavaly a dió termést véletette, fagyasztóban nagyon jól lehet árulni, az előveszi, vagy valószínűleg piacon is lesz, hiszen az őstermelők egyrészt azért biztos, hogy termel diót, eladó is lesz, és ugye itt vannak a környező országok, és import dióból biztos, hogy meg tudjuk oldani. De hogy nem lesz olcsó, az biztos. A dió az egy szezon gyümölcs, hogy így mondjam, gyakorlatilag karácsony az, amelyik a fő felvételi piaca. Különösebben nem keresik a diót, addig nincs probléma a dió, valamikor majd megjelenik a december, a karácsony előtt, akkor kezdenek majd ébredni az emberek, hogy hoppá, van. Tehát jóval kevesebb lesz a dió a piacokon. A kártevők ellen csak a vegyszeres áztató permetezés lehet hatásos, ami viszont növeli a költségeket.